A több mint egy évtizedes hagyománnyal rendelkező esemény nem jelentett rosszat sem a szervezőknek, sem a versenyzőknek. A 13-as szám ellenére az egyik legsikeresebb fesztivál tudhatja maga mögött a Sárospataki Művelődés Háza. Minden eddiginél több, 84 fiatal jelentkezett a szólótánc versenyre. A verseny történetében soha nem volt ilyen. Tavaly is nagyon sokan voltak, tavaly 80 gyermek jelentkezett a versenyre, most 84 gyerek jelentkezett. Olyan településekről is, amelyekről még eddig nem voltak, hiszen Encs környékéről, tehát Encsről, Golopról, Szerencsről vannak itt gyermekek, illetve hát a környékbeli településekről, akik egyébként már visszatérőek általában, nem feltétlenül a gyerekek, de mindenképpen a szakmai műhelyek, tehát Bodroghalomból, Sátoraljaújhelyből, Vajdácskáról és Sárospatakról. A színpadon előbb a kötelezőt, ezen az éven a bodrogközi táncot kellett a fiataloknak bemutatniuk. Ezután már a szabadon választott következett, ami a zsűri szerint igencsak színesre sikeredett. A gyakorló neves néptáncpedagógusokból álló zsűri ezúttal is a gyerekek korosztályának megfelelően értékelte a fellépőket. Most ez ilyen elcsépelt dolog, de a zsűrinek természetesen nehéz dolga van, de főleg azért, mert ha valaki felnőttként vállal egy megmérettetést, egy versenyszituációt, akkor tudja, mire vállalkozik, és a saját felelőssége. A gyerekeknél ez sokkal bonyolultabb. Tehát mindig meg kell találni a versenyző mögött a gyereket, mindig elsősorban a gyereket kell látni, azt, hogy a gyerek ezzel mennyit fejlődik, miben épül, miben szépül, mit ér el, és nagyon figyelni kell arra, hogy elvonatkoztassuk a versenyistáló szaktól, hanem inkább a gyerek egyéniségét előtérbe helyezve és a táncos tudását hozzátéve kell értékelni. A fiatalok között volt, aki először és volt, aki már harmadszor vett részt ezen a versenyen. Még most vagyok először ilyen versenyen, és a táncpróbák után szoktunk, meg néha hétvégenként is próbáltunk. Most szeretnék kalárist nyerni, mert eddig csak két külön díjat kaptam, meg más versenyeken is. A zsűri végül 6 zempléni kalárist és 6 zempléni bokréta és egy örökös zempléni bokréta díjat ítélt oda. Emellett 25 külön díj is gazdára talált.